a mai avat ünnepségre. Nagyon örülök annak, hogy Katar állam nagykövete, aki nagyon érdeklődik a magyar kultúra iránt, megtisztelt bennünket a jelenlétével, és hogy nagyon sok fehérvári és távolabbra idejövő vendég lehet ma itt velünk. Mielőtt felolvasom azt a kis rövid írást, amit a mai alkalomra írtam, hadd mondjam el, hogy ennek a szobornak a születése tulajdonképpen a véletlenek egy bevágásából, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak, szerencsés véletlenekből alakult ennek köszönhető. A Budapesten a helyőrségi klubban, a Stefánia palotában vehettem részt Pogány Gábor Benő kiváló szobrászművésznek a kiállítás megnyitóján, ahol ennek a szobornak a makettjét állította ki